A rendezvényen a helyi telephelyen rendelkező, legnagyobb iparűzési adót befizető vállalkozások vettek részt. A program elsősorban a vállalkozások és az önkormányzat produktív együttműködését helyezte fókuszba, amely a tervek szerint negyedévente kerül majd megrendezésre. Ahogyan a polgármester rámutatott, fontos, hogy időközönként a helyben működő vállalkozások vezetőivel rendszeresen találkozzanak, és hatékony, közvetlen eszmecsere révén átbeszéljék a települést érintő legfontosabb kihívásokat, a felmerülő igényeket és az ötleteket. Én bízom abban, hogy a következő megbeszélések is majd a párbeszédről fognak szólni, hiszen mi, mint önkormányzat, én is, mint polgármester, azt szeretném, hogyha egy közös együttműködés, egy nagyon szoros együttműködés tudna kialakulni a helyben lévő helyi székhelyjel, aztán később majd természetesen a helyi telephelyjel rendelkező vállalkozók, vállalkozások között is, hiszen mindannyian ugyanazért dolgozunk, Karcagért, és azt szeretnénk, hogy Karcag egy fejlődő, virágzó és egy talpon maradni tudó, élhető település maradjon, amelyhez feltétlenül szükség van a helyi gazdaság szereplőire. Nyilván arra is szeretném kérni a jelenlévőket is, akár most is, akár menet közben, akár majd a következő ilyen megbeszéléseken, hogy mondják el azokat a véleményeket, ötleteket, javaslatokat, amellyel előre tudunk lépni, hiszen olyan helyzetben vannak, vagytok ti vállalkozók, vállalkozások, amelyben picit másképp látjátok az önkormányzat lehetőségeit, az önkormányzat helyzeteit, azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket mi azt gondolunk, hogy előre viszik a várost. Nyilván egy vállalkozói szemmel lehet, hogy ezt teljesen másképp látja, mint egy önkormányzati képviselő, egy önkormányzati politikus, vagy akár egy országos politikus is. Szükség van azokra a visszajelzésekre önkormányzati szinten, de azt gondolom, hogy országos vezetői szinten is azokra a visszajelzésekre, amelyeket alulról kapunk, hiszen ebből lehet utána majd építkezni. A program folytatásában a polgármester előadásában beszámolt az elmúlt időszakban megtörtént fejlesztésekről és beruházásokról, valamint a jövőbeli tervekről is beszélt. Én arra kérek mindenkit, hogy egyrészt lehetősége szerint támogassa ezeket az elképzeléseket, és hát nyilván, hogyha olyan meglátások fogalmazódnak meg, akár vezetői szinten, akár a dolgozók körében, amelyek eljutnak az itt jelenlévő vezetőköz is, akkor azt osszátok meg, osszák meg velünk, gondolkodjunk együtt abban, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a várost, hogyan tudjunk olyan lépéseket tenni, amely az itt élők szempontjából is jelentős, és nyilván azokat a vállalkozókat is segítik, akik helyben munkát adnak, akik az iparűzési adót azért ide adják a városnak, városhoz, hiszen ezekből a költségekből tudunk mi gazdálkodni. Én azt szeretném, hogyha ezt közösen tudnánk folytatni, úgy, ahogy eddig is, egy kicsit közelebb kerülve egymáshoz, kötetlen beszélgetéseken, akár egy ilyen kávészünet formájában is. A polgármester előadása után meghívott vendégként tartott előadást Tamásné Cinege Csilla, a NAV adószakmai elnök helyettese, és Vigassi Csaba, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal energetikáért felelős elnök helyettesének titkárság vezetője. Az előadók mind befolyásoló tényező, érintőlegesen szóltak az orosz-ukrán háború teremtette gazdasági környezet hatásairól, a kínálkozó megoldási lehetőségekről és az energiaárakról is. A tanácskozás a tapasztalatok ismertetése mellett remek alkalmat teremtett a kötetlen beszélgetésekre, valamint az eszmecserére.